Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hunander vagyok, és ismételten Far Cry-ozni fogunk. Tudjátok, ez az a sorozat, amelyikben addig játszunk, ameddig a két kar, képen látható két karnak a tulajdonos a főhősünk Jáson végzetét nem leli valamelyik kajóz által kijött golyóban. És az előző részt ott hagytuk abban, hogy elcsatangoltunk itt a... ide. A Hubert Shore elküldte nekünk az összes energiáját, úgyhogy most folytatjuk nadhajó szervizéhez az utunkat. Egyébként a sorozatnak ugye egy kis ismétlés, aki ne egy isten elfelejtette, illetve új néző lenne. Célja az, hogy az összes ilyen kalózbázist elfoglalja, illetve az összes adótornyat felderítsem. Közeli cél a nadhajó szervizének elfoglalása, egy kicsit távolabbi cél pedig az lenne, hogy kettő, illetve több fegyvert tudjak magamnál cipelni, ehhez azonban szükségem lenne kecskékre, amikből eléggé hiány szenvedünk. Most, úgyhogy én úgy gondolom, hogy először megnézem, hogy mi ez. Hogy is ütünk? Aha. Egy pillanatra azt hittem, hogy fából van, de eléggé szépen lehet karcolni ezt a dolgot. Nem szeretnék belelőni abba a lámpába, de attól függetlenül lehetett karcolni, és ott volt egy hal, tényleg kijönnek halak a vízből. A halak egyébként szárazföldi élőlények, aki nem tudta, most már tudja. Nézzük, sikerült az ugrás, jó, hát akkor ugrás bele a hajóba, és akkor indulunk is, vízi útvonalon, én úgy gondolom, hogy napnak a hajószervizét meg lehet közelíteni, igen, itt hátrajövünk aztán oldalra, és úgy. Egyébként most fogalmam nincs, hogy kell ettől függetlenül menni, de jó lesz. És teljesítettem egy Uplay folyamatot, ez az. Jól van. Na, látjátok, már ezért is megérte ezt a részt elkezdeni. Egyébként lehet, hogy belehallatszódik például az, hogy most is megy egy szutyok repülő fönt az égen. Ennek az az oka, az a nemes egyszerű oka van, hogy a Koleszból videózok most ismételten, és nem osztam fel a Koleszba fülhallgatómat, amihez hozzá van csatlakoztatva az a mikrofon, amivel egyébként videózni szoktam. Úgyhogy a laptopnak a mikrofonjáról játszom, ami elég érzékeny és hangos és durva mikrofon, úgyhogy ebben az egy részben, bár lehet, hogy a következő videóban is ez lesz, még nem tudom, de elnézést kérek, amennyiben pedig ugye nem halljátok azt, hogy valamilyen más változás lenne, illetve rossz lenne a hang, akkor hát két lehetőség van. Egyrészt lehet, hogy ti vagytok süketek, másrésztről pedig én vagyok olyan remek hangtechnikus, hogy ezen sikerült úrrá lennem. És hát mivel egy sorozatban nem szidjuk a nézőket, tehát nem mondhatom azt, hogy ti süketek vagytok és rossz a hallásatok, így kénytelen vagyok azt mondani, hogy remek hangtechnikus vagyok, és nagyon ügyesen sikerült azt megoldanom, hogy kiváló minőségű hangot tudjak ezekben a nehéz időkben is szolgáltatni nektek. Ezen kívül Mr. Whiteblood 2 kérdezte tőlem, hogy végigjátszottam-e már ezt a játékot, és neki a válaszom az, hogy nem. Ahogy láthattad is, illetve láthatjátok is, a térképen még nem sikerült teljes egészében mindent felderíteni, a talentfám sem teljes, küldetéseim is vannak, stb. Úgyhogy még nincsen kész ez a játék, eléggé van még mit kihozni belőle. Itt pedig egy kicsit partra szállunk. Inni! Jó, úgy látom, hogy a gravitáció ránk nem hat, mert az egész hajó dölt balra, de mi attól függetlenül vízszintesen állunk, mint a szöveg. És akkor kiugrás, és akkor szétnézünk nadhajó szervizében, hogy mi lehet ott. Előtte pedig megnézzük ezt a kis tábort. Valaki itt egy elég szép kis aranyos tábort ütött. Horgászláda is van. Nézzük ebben, mit hozott magával. Gyönyörű kagylókat. Húha. Hát igen, végül is, hogyha a horgász hopon marad, legalább kajlót vigyen haza. Annak a családja biztos jobban örül, pláne, hogyha van neki felesége, illetve a lány gyerekei. Itt pedig szeretnék fölmenni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi szerencsétlenkedés után fognak észrevenni a kalózok a... Na jó, akkor itt nem megyünk föl. Itt belül. Van nekik egy sniperjük. Egy... Az ott miért homályos vajon szerintetek? Ez így érdekes. Kettő mesterlövész puskásuk van, van nekik egy madvégyük. Rohamozók. Aha. De legalább most már tudjuk, hogy lehet robbanós hordót nyilvesszővel gyújtani. Ezek a piros
lézerek pedig annyira nem örvendeztetnek meg engem igazából, de most úgy látom, hogy csak 2, 4, 6-an vannak összesen. Jó, mondjuk elég az 4 nyilvesszőre, elég 6 ember, mert akkor első lépésben megkérjük a Mici Mackó barátunkat, hogy akkor kérlek szépen asszisztáljon. Nézzük. És miért vesznek engem attól észre, hogy kiszabadul a medve? Nem baj, egy megvan. Gyerünk, Moci. Még egy megvan. Kicsit igyekezhetne egyébként. Az igen! Láttátok, robbanós medve! Na ez a nem mindegy egyébként, hogy amikor robbanós medve, bár úgy látom, hogy a medvének a mesterséges intelligenciája annyira nem tökéletes, az a csupor méz az úgy látszik, hogy nem elég nagy jutalom neki, és most már csak 4-en vannak ellenségek, abban az lenne a jó, hogyha az a medve még kiszedne a 2-t, vagy 1-et, akkor pont annyi nyilvesszőm lenne, mint ahány ellenség. Tudjátok, hogy még egyébként, hogy mi a szerencse? Hogy nem a medve szabadította fel a bázist. Mert akkor lehet, hogy itt már azóta medvék lennének, és a medve kapta volna meg az összes tapasztalati pontot, meg mindent, és csippel itt medvebocsok jöttek volna. Na jól van, oké. Akkor ide becsúsztunk. Remek, hát ez akkor lehet, hogy egy kis rendhagyó bázis foglalás lesz, ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen és egész simán véghez fog ez menni. Őt ott mindjárt hátba kapjuk, rendben van, már csak katten maradtak. Azt a pár embert meg már mindenféle lelki megrázkódtatás nélkül remélhetőleg le fogjuk kapni, pláne úgy, hogy te rád számítunk. Illetve te rád is számítottunk, és akkor ezennel úgy is gondolom, hogy el van foglalva a bázis. Na hát képzeljétek el, hogy ez az első bázisunk, amelyiket beriasztás nélkül sikerült elfoglalni. Ezúton is köszönjük szépen annak a medvének. Hálából majd mindjárt meg is nyúzzuk a bőrét. Remélhetőleg amennyiben itt van még jó nyilvesszőket szépen visszakaptuk. Aha, itt robbantott a medve, itt láthatjátok is a nyomait. Először megpróbált autóval elmenni, de nem sikerült. Lerombolt egy másik autót, és a targoncán leeresztette a raklapot, amin rajta volt az a robbanós hordó, és ezt felrobbantotta a puszta leheletével. A benzinkutat úgy gondolta, hogy meghagyja. És nagyon kedves volt, mert itt sötétben gondolt azokra, akik sötétben szeretnének olvasni, és még a lámpát sem oltotta el. Ez rossz döntés volt. Hol van? Hol halt meg a medve egyébként? Itt. És a medvére rámutatok, és kiadja azt a szutyok kis géppisztolyt. Én szeretném a medvét meggyózni. Így is van. Egyébként nagyon rossz szem ilyeneket látni, mármint lehet, hogy furán fogtok most, hát rám nem néztek, de furán fogtok nézni videózás közben, de nagyon éhes vagyok, és itt van mellettem a szalonna kikészítve, a császárszalonna, ami a vacsorám lesz, és közben pedig itt nézegetem, ahogy a medvék meg vannak nyúzva, és ott van a medvének a húsa, és olyan éhes vagyok, és ó, medkristályok, abból lesz a metamfetamin egyébként. Vásároljunk lőszert. Oké. És vásároljunk. Nyilvesszőkben teli vagyunk, úgyhogy nyilvesszőket már ne vásároljunk, gránatokban teli vagyunk, de jó, mindenből teli vagyunk, gyorsan adjuk el a fölösleges dolgainkat, megtörtént, és akkor már indulhatunk is, ott volt egy Joker kártyalap, egyébként Pestnek az egyik legújabb kerülete a Joker, közvetlenül a 8 ker mellett található, és hol a következő rádióadó torony? Tequila Sunrise, adótorony, Bad Town-ot raknak a rossz fiúk, Rakiat próbát most nem próbáljuk meg, ott pedig a gyilkos tábor, hát jó, akkor menjünk az adótoronyhoz, az hangzik a leginkább biztonságosnak, már amennyire nincsen burkolni, illetve takargatni valónk a Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei előtt. Remekül sikerült egyébként neki mennem annak a betonoszlopnak, és a neki menetelem hatására golyóütötte nyomok keletkeztek rajta, és piszok jó zenét hallunk ismét, valószínűleg nem fogom most ennek a kedvéért, ez az egy mondat kedvéért felhangosítani a videót, ne higgyétek el, hogy jó a zene, mert rossz, azonban, hogyha mégis meggondolom magamat, és időközben megtetszene a zene, akkor fel lesz hangosítva, de erre roppant kevés esélyt látok, már amennyiben, az esély az ugye egy fizikai jelenség, mert
az esélyt, ezt nehéz látni. Ez bizonyára egyetértünk ebben a témában, nem úgy, mint ezt az út kereszteződést, út elágazódást, amit látunk, és itt nekem balra, aztán jobbra, aztán balra, és akkor remélhetőleg az út jó lesz. Tehát balra, aztán jobbra, aztán balra, aztán jobbra, aztán balra, aztán jobbra, aztán balra. El ne felejtsem, mert nem szeretném még egyszer megnézni a térképet. Az lesz ott a jobbra? Igen, egyébként, tehát ez térkép szinten, ez az útkereszteződés nem így, nem teljesen így nézett ki. Ja, oké. Erre felé jövünk. Lehet viszont, hogy föl kellene menni a hegygerincre. Hát a hegygerincen egyébként könnyebb a járás, mint az úton. De... hát nem tudom, egyelőre még adja magát az út, és eléggé célra vezetőnek tűnik. Ez itt vajon mi lehet? Büfé. És igen, egyébként ahhoz az éhezős dolgokhoz visszatérve szomjas is vagyok, és a másik oldalon mellettem pedig a 2 literes kólámból 1 liter van, és a büfébe sem szeretnék menni. Ugratás! Nem sikerült, de attól függetlenül még menőn is nézhetett volna ki. És haladunk, haladunk. Egyébként kiáltsatok, hogyha láttok kecskét, az ott mi? Ja, ez lesz itt a... ó, már itt vagyunk a rakiat próba, ez meg akkor itt a Bedtown. Aha! Ez itt a Bedtown. Nézzük, hogy akkor Badtownban laknak-e rossz emberek, vagy nem. Mert ugye magyarra lefordítva rossz falu. Csúnya ronoz falu. Gonosz rossz falu. El kellett raknom a fegyvereimet, tehát elvileg... ha-ho, Badtownosiak! Gyertek el! Ó, ott van! Jaj, miért vagy szomorú? Ne szomorkodj, nézd! Befaroltam hozzád! Ne kiabálj! Ne kiabálj! Éppen beszélgetni próbálok. Te ennek az üvegnek kiabáltál? Attól még, hogy kiabálsz az üvegnek, attól még pontosan ugyanúgy el fog dőlni, hogyha el szeretne dőlni. Inkább azt a legyet, vagy lepkét, vagy valamit hajtsd már el innen meg. Belemegy a fejedbe, ember. Aj. Ah. A bácsvizes gatyádat is lecserélhetnéd egyébként. Jó, nézzük, hogy kik vannak még itt. Á, Guns for Sale. Hát igen, fegyverek elár, fegyverek... na, a hölgy fegyvereket árul, eléggé... ugye nem rám fogod? Nem rám fogja. Lara Croft egyébként a hölgy öregkorában. Tartsuk lenyomva az ETA használatához. Ezzel most a hölgyet fogjuk használni? Aha, árusít dolgokat. Te csak... backokat árulsz egyébként? Te csak hülyeségeket árulsz, ugye? Testpáncél, meg gyógyszer. Veszünk gyógyszert. Amennyit csak lehet, annyi gyógyszert megvásárolunk. Rendben. Elértem a maximálisot. Oké, térkép. Térképet még nem van. Bár itt van egy Badtown térkép, de nem veszünk térképet, majd az adótoronnyal felderítjük. Hát neked meg jó kicsavarodott a fejed, gratulálok. Hát te? Ússzunk oda hozzá mindenféle feltűnés nélkül. Hát te mit csinálsz itt? A földön van valami. Aha, hát igen, rossz ez a föld, hogy forog. Néha én is szoktam szédülni egyébként tőle, de... de azért ennyire nem, meg ezek a késsel ledőfős mozdulatokat. Na jó, tudjátok mit? Fura... arról ott meg ne is beszéljünk, fura emberek laknak ebben a helyben. Furcsa helyez. Menjünk is innen, én úgy gondolom. Csirke, megnyúzlak, nem lehet ütni. Na, te meg leültél inni. És az orrából iszik! Ez a legfurcsább ember, biztos ez lehet a polgármester, mert egy ilyen furcsa településnek csak ilyen furcsa polgármestere lehet. Na de viszont menjünk tovább, mert én ebben a részben még szeretném kikerülni azokat a kalózokat, valamint belenézni abba a rádiótoronynak a tetején levő zavaró egységbe. És ezt az autót választom inkább, mert ez sárga, és a sárga autó jobban hasonlít Pikachu-ra, és ezzel utalhatom is arra, hogy ezt az autót választom, tehát sárga autó, téged választalak,
illetve sokkal védettebb is egy olyan autó, aminek van normálisan hátulja, illetve teteje. Láthatjátok is, hogy mennyire védett, illetve jó, hogy van testpáncélom. Itt pedig mögöttem remélhetőleg nem fognak berádiózni, és hát tudjátok mit, ez egy nem terepjáró, úgyhogy próbáljuk ki, hogy mire képes terepen, hát remek. Terepen ezek az autók egyébként remekül be tudják, össze tudják törni az üvegjüket, illetve el is tudnak akadni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akadálymentesítem itt a területet, és hagyom ezt a szép autót, egyébként tényleg jól néz ki, hasonlít Pikachu-ra, ahogy már mondtam is az előbb, és felmászunk az adótoronynak a tetejére. Ó, nagyon trükkös ez az adótorony, valaki pont ide állt, hogy ráessen a lépcső. Természetesen ez lenne a legeslegelső hely, ahova gondolom ti is állnátok az autótokkal. Hogyha látnátok egy bazi nagy ingatag vas adótornyot, akkor mit csináljunk az autóval? Álljunk be alá, mert abból baj nem származhat. Hát, emberek származott. Igen, mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy őt nem tudom, hogy került ide. Valamint, hogy ugye ezekre a csendes-óceáni szigeteken található országokba azért a modern technikák, technológiák később érkeztek be, tehát lehet még előfordulhat, hogy nem tudják használni az autójukat. Azonban ezeket a köteleket remekül. Tehát én nem tudom, hogy ezeket a köteleket mi tartja itt, és hogy miért tud Jason ilyen remekül fölmászni rájuk, de attól függetlenül ezt tudja. Jó, mondjuk soha nem voltam videójáték főszereplő egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy tudja, és hát nem tudom, hogy szeretnék a videójáték főszereplő lenni. Annyiszor meghalnak egyébként ezek a főhősök szerintem egy-egy ilyen sorozatban, illetve amikor ti is játszotok, valószínűleg a ti főhősőitek is meghalnak, és szerintem egyébként az a pénz, amit keresnek, vele nem áll összhangban. Tehát én, hogyha ennyiszer meghalnék, akkor én azért több pénzt várnék el a fejlesztőktől a halálért, vagy hát fölmondanék. Mondjuk fura lenne végül is másik oldalról nézve, hogyha Jason egyszer csak felmondana, és innentől már nem Jason lenne a főhős, hanem mondjuk Imre. Vaddisznó bálványtárgyat találtam, ezt csak azért helyezték el ide a készítők, mert olyan jó ki lehet mondani, hogy bálványtárgy. Jó, hát akkor tegyük tönkre azt, amit a kalózok sok-sok évnyi fáradtságos munkával ide tákoltak. A szokásos kitépkedés, kapcsolgatás, elfordítgatás, és akkor nézzük, hogy mi van magunk körül. Baton, hasonmás, Baton 2, a külvárosa, egy rom, illetve Baton saját maga, amennyiben az Baton, amennyiben pedig nem, akkor valami teljesen más, és siker, aktiváltuk az adótornyot. Hát ez is egy elég fura definíciója a berendezés szétverésének, az aktiválás. És pedig egy pillanatra majdnem leestem, bár mondjuk ez így igen furán hangzik, hogy egy pillanatra majdnem leestem, és innentől kezdve használhatok egy rakétavetót is, illetve egy M700-osat. És tudjátok, mit nézzünk még meg, hogy vannak-e kecskék? Nincsenek, de ezek fák vannak. Fák vannak, meg vannak ilyen gnúk is, meg ilyen bogarak, meg jaguárok, meg olyanok, meg olyan gnúk, meg cápák, meg egy gnú, aminek a hátulján egy szárazföldi jármű van, de természetesen mi más nem lenne, hogyha kecske nem, szólt az értelmetlen mondat, tudjátok, a közmondás is mindig ezt tartja, és úgy gondolom, hogy ez a rész pedig ezennel most a végét veszi. Nézzétek csak, ott lesz a következő célpontunk. Én látom, és nem teggeli be. Nézzük, hogy ki lesz a következő terület, akinek az elfoglalására indulunk. Nem is ők lesznek. Jól van, a gyilkosok megmenekülnek, mert reméljük, hogy túlélik. Tehát tudjátok, a gyilkosokat rehabilitálni kell igazából, és nem szabad őket megbüntetni azért, mert megöltek valakit. Tequila Sunrise. Ők lesznek a következő településünk, amelyet meg fogunk tisztítani minden nemű vörös tevékenységtől, és ez alatt most nem a kommunistákat értem. Jól van, akkor amennyiben tetszett ez a rész, akkor írjátok egy kommentet, jobb fölül megtaláljátok a linket a feliratkozáshoz, a következő rész az előző rész az a lejátszási listához, valamint a további sorozathoz.
halakhoz is. És akkor a következő részben, hát nem ígérem, hogy pontosan innen, nem tudom, hogy a checkpoint rendszer áldása mit fog kihozni, de valahonnan a környékről fogjuk folytatni. Én akkor ezennel megköszönöm a figyelmeteket. Hullander voltam. Sziasztok!